Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Április 15-én lesz a 29. Gyermekek a gyermekekért gála. A stúdióban vendégeink Horváth Attiláné, a Kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Sirkó László színművész. Köszöntöm Önöket itt a Rádió Egy Gong stúdiójában. Jó napot kívánok! Köszönjük Jó szépen, napot hogy kíván. Itt lehetünk. Köszönjük a meghívást! Elképesztő, hogy egy évvel telt, hiszen egy évvel ezelőtt is talán akkor Vizi Zalán kollégámmal beszélgettünk a gyermekekért gáláról, amely ugye, ahogy mondtam, 29. alkalommal lesz most április 15-én. A cél változatlan, gondolom. Természetesen ugyanaz a cél, mint 29 évvel ezelőtt megfogalmazódott. Azt szeretnénk elérni, ha olyan fiatalok, gyerekek kerülhetnek a színpadra, akik esetleg a későbbiekben akár színészek is lesznek, vagy éppen meghódítják a világ színpadjait, de nem csupán ez a feladat, hanem az, hogy a bevétel, ami a gyermekektől származik, Sirkó művész úr vezetésével, az később egy rászoruló gyermekhez juthasson el. Tehát ez a kettős cél, hogy színpadra kerüljenek a kecskeméti fiatalok, gyerekek, ez az egyik, és érezzék meg azt, hogy milyen jó dolog adni. Nagyon jó természetesen kapni is, de még jobb adni. És ennek az adásnak az örömét szeretnénk elültetni a ma fiataljaiba, és azt gondolom, hogy talán sikerrel, legalábbis egy részünkben biztosan, hogy felébred az az érzés, hogy én a hangomat adtam, a tehetségemet adtam, és ezt pénzét tudtam tenni, és ezzel örömet szerezek olyannak, akinek másképpen nincsen. Városi Szociális Közalapítvány ezt nagyon fontosnak tartja, és azt mondtuk, hogy eltelt egy év, hogy szaladnak az évek, hát még hogy eltelt ez a 29, és jövőre a jubileumát fogjuk ünnepelni ennek a remek ünnepnek. Én azt gondolom, hogy sokan tudnak erről Kecskeméten, és bízom abba, hogy a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházba az összes jegy el fog kelni, és 15-én este óriási tapsal tudják köszönteni a gyerekeket. Többször elhangzott, hogy fiatalok. Hány éves korosztályt jelent a fiatalok? Itt most jelen esetben. Egészen piciktől, 6 évestől 18 éves korig. Április 15-én Gyermekek a gyermekekért gála, itt Kecskeméten, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban lesz az esemény. Horváth Attiláné, a Kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Sirkó László színművész a vendégeink most. A színművész úr felé fordulok, hát már szinte rutinból megy, gondolom, ennek az összerakása, nem? Hiszen 29. alkalommal sikerül ezt megrendezni. Nagyon kell vigyázni annak, aki a rutinra hagyatkozik, mert hamar csalódni fog. Ki kell mondani, és én is kimondom, rengeteg tehetséges gyerek van Kecskeméten. Felteszem, az ország más helységeiben is, de ott lehet, hogy nem figyelik őket ennyire. Mi nyitott szemmel járunk, és bizony az én kedves kollégáim, Élükön Nellike, aki ugye minden évben ezt megszervezi, ezt a bótot, a Mészár Zsuzsa nevű kolléganőm, aki a titkársági feladataimat ellátja, tehát megszervezi, hogy én kijussak a tett helyre, mert valamikor úgy csináltuk, hogy behívtuk a színházba őket, vagy a művelődési házba az összes fellépő csoportot, és ott néztük meg, és ott mondtuk meg, hogy ki alkalmas, ki nem alkalmas, miért nem alkalmas, aki nem alkalmas, hogy ne legyen sírdogás állás belőle, mert az az én felelősségem, hogyha valaki eltűnik a nagy színpadon, mert olyan picike, olyan törékeny a produkciója, akkor az az én dolgom, hogy megmerjem, vagy meg tudjam magyarázni, hogy ez most ide ezért nem lehet. Vagy ha igen, akkor nagyon nagy örömet szerezzek vele. Ki kell mondani azt is, hogy hálás vagyok a pedagógusoknak, akik felkészítik a gyerekeket. Mert ugye vannak olyan intézmények, ahol kutya kötelessége a pedagógusnak, hiszen az a feladata, hogy például művészeti iskolában. De van, ahol nem ez a fő feladat. Lásd, most példának mondom, évekig nem is láttuk a piaristákat, és most újra előkerült a csapat, nyilván valami vezető változás lehetett az intézményben, vagy egyszerűen csak eljutott hozzájuk a hír, és egy nagyszerű sorral álltak elém. Egy egész délutánt ültem ott, és hallgattam őket.
óriási örömmel, mert szinte minden műfaj megszólalt. A kezükből, torkukból, így úgy, amúgy, szóval köszönet tehát a pedagógusoknak, köszönet a kedves szülőknek, akik ugye mindig is áldozatot hoznak a gyerekeikért, ezáltal támogatják a mi nagyon, de nagyon fontos rendezvényünket. Én is csak azt tudom mondani, hogy a gyermekek a gyermekekért a kicsiket, de a nagyokat is arra tanítja, hogy adni csodálatos dolog, és aki ezt teheti, tegye meg! És mit kap, aki ellátogat erre a gálára? Gondolok itt a produkciók tekintetében, hogy mit láthatunk, hallhatunk, hiszen gondolom ez is eléggé színes tud lenni. Nagyon sokan törzs vendégek már nálunk, és amikor ígérgetünk, bizony számon kérik, hogy és akkor az, és akkor az. Nos, minden művészeti egység, aki Kecskemét és környékén előfordul, beleértve a citera együtteseket, az összeállított kórusokat, a különböző minőségű táncos együtteseket, beleértve néptáncot, egyéb műfajokat, amik megszólalhatnak, beleértve olyan művészeti egységeket, ami még nem is olyan nagyon-nagyon minden kanyarban jön elé. Például Darányai Attila csoportja, aki évek óta dolgozik a kezünk alá, mégpedig nagyszerűen, úgy mászhatja a gyerekek, mintha pálmafán másznának a köteleken és a kifeszített madzagokon, vagy különböző, most már tárgyakat visz fel a levegőbe 8 méter magasra, és ezek az eszközök segítik azokat a beállított koreográfiákat, amiket tátott szájjal nézünk, még én magam is, aki már néhányat ilyet bevilágítottam, és közreadtam, hogy a közönség élvezhesse. Tehát senki nem fog unatkozni a néző téren, mert a művészeti iskolák, vagy egyéb ilyen az imént említettek stúdiók által elénk hozott művészeti elemek egytől egyig kiváló minőségben kerülnek immáron színpadra. És nagyon élvezetes, pörgős, idén nem is nagyon hosszú, mert jól tudtam szerkeszteni, és hát a segítőim, akik ebben az évben is, Sirkó Anna és Trecskó Zsófia, nagyon remélem, hogy pörgős konferálási vehemenciával mentik a menthetőt, és röviden azt szoktam mondani, hogy beléptek bal oldalon, és mire kimentek a jobb oldalon, minden információt elmondtatok. Ez nagyon sokat szokott segíteni, és ezt boldogan, örömmel játsszák nekünk. Hogy ez egy jótékonysági esemény, az est bevétele, pedig akkor gondolom, ezeknek a családok vagy gyerekeknek, vagy mire fordítják, vagy hát erről egy kicsit? Minden esetre rászoruló gyerekeknek fogjuk felhasználni, mint ahogy eddig. Korábban novemberben volt, így a karácsonyi ünnepséghez kötöttük a felhasználását annak az összegnek, de ez majdnem mindegy, hogy mikor történik ennek a bevétel, ezt akkor is úgy fogjuk felhasználni, hogy a gyerekek ezt kamatoztathassák. Vagy egy színházi darabbal, amit megnézünk, most már 2 éve mindig a rászoruló gyerekeket a Kecskeméti Katona József Színházba vittük gyerekműsorra, és óriási sikere volt. Ott viszont már óvodásokat és nem csak iskolásokat vittünk. Ezt mindig eldöntjük, hogy éppen aktuálisan az lesz-e a jó, hogy egy ebéddel és ajándékkal várjuk őket, vagy pedig egy színház előadással és ajándékkal. Ezt a későbbiekben fogjuk eldönteni, nyilván a bevétel is meghatározza, de természetesen ez a bevétel nem fedezi azokat a költségeket, amik egy ilyen 250 fős gyereknek, vagy éppen 450 fős gyereknek a költségei. Úgyhogy ehhez bőven az alapítványunknak hozzá kell tenni a pénzt. De ezt boldogan tesszük, és ez a dolgunk, hogy felemeljük azokat, segítsük azokat a kis lépcsőfokokat, amivel fölemelkedhetnek azok a gyerekek, akik otthon ezt nem tudják megkapni. Az ideig ellen hány száz gyermek lép színpadra? Van pontos vagy közeli adat? Van. Nem lehet megállapítani, megmondom őszintén, mert mondjuk azt mondom, hogy 370, de
minden egyes együttessel ott vannak a kísérők, akik ugyanúgy hozzátartoznak ehhez a létszámhoz, pedig csak a takarásban állnak és drukkolnak, mint végeredmény, de addigra ők már letették a munkájukat. Következésképpen, ha én azt mondom, hogy 372-en, akkor az biztos, hogy 420, mert a kedves szülő, aki odaszállította a nem tudom melyik művészeti iskolának az egyik csoportjának a kellékét, és az másként nem került volna oda, vagy másként került, stb. Stb. Tehát mindenkinek van köze hozzá, ezért merem mondani, hogy a létszám ingadozó. Hát ez éppen okoz nekünk azért némi gondot, tekintve, hogy mindig hétfőn előtte van a főpróba. Pont erre akartam rákérdezni, hogy nagy előadás előtt van egy főpróba? Van egy főpróba, és a főpróba ugye reggel 9 órakor kezdődik, Sirko úr vezetésével és a segítőinek vezetésével. 8-kor már, bocsánatot már 8... kérek, de a műszakkal én nekem már előtte, tehát a világosítók, hangosítók, a rendelkezésemre áll az egész garnitúra ilyenkor a színházban, mindenki nagy örömmel vesz részt benne, és tökön faszuljon keresztül, ahogy ezt mondani szokás, minden arra megy, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki, hiszen ez az egy darab próbánk van. Tehát amit én fejben megcsináltam heteken keresztül, amit láttam és fejbe összeraktam, arra nekem reggel 8-tól délután 4-ig van időm, hogy felrakjam a színpadra, hogy ezek a rendkívül tehetséges és érzékeny gyerekek ezt megjegyezzék, amit egyszer beállítottunk, 5-kor elengedjük az előadást, és eddig még a Jóisten mindig megsegített bennünket. Egyetlen egyszer sem történt nagy hiba. Pici hibák előadják magukat, de olyankor az ember köhent egyet, mutat egy másik irányt, és az egész csapat tudja a dolgát, mert hogy ott vagyunk és segítünk természetesen végig. Mi meg adjuk a táplálékot, mert reggeltől mindaddig, amíg a próba tart, addig mi élelmezzük az ott lévőket. És itt egy pici gond, hogy 300 vagy 400, de megoldjuk. De volt már 500 fölötti létszámunk is. Az nagyon sok volt, 530. A falakat egy kicsikét kinyomtuk. A Kecskeméti Katona József Színház falait egy picit kinyomtuk, mert nem nagyon fértünk el benne, hát ugye a kamarákat is kinyittattam, és a várakozások, ugye hát az, főleg amikor nagy csoportokról van szó, tehát 50-60 embert nem lehet hegyére hátára bezsúfolni, egy darab társalgunk van, abban is 30 ember, ha kényelmesen elfér, de akkor már nagyon sokat mondtam, úgyhogy a várakozások azok kicsit kényesek a nagy létszámnál. Elsősorban szeretném megköszönni Cseke Péter igazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátja minden évben a színházat. Szeretném megköszönni Sirkó László művész úrnak és társainak, a pedagógusoknak és mindazoknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez sikeres legyen ez a rendezvény, és jövőre is igényeljék, hogy megtartsuk. Köszönöm szépen! Jövőre 30. lesz. Van már a fejekben, hogy a jubilómra mivel készülnek? Van egy-két ötlet? Vagy még azért még gyors a kérdés, mert még a 29. Várjál be, menjen le. Éljük túl ezt a mostanit is, de hogy komolyra fordítsam a szót, ez azért eléggé foglalkoztat engem mindig, hogy tehát én ugyanúgy nem jöhetek ki, ahogy tavaly kijöttem. Nekem például a tavalyi évben szerencsém volt, mert 50 éves volt a popfesztivál, én a háború mellett, mint tény mellett nem mehetek el szó nélkül, ha egy ilyen rendezvényt csinálok. Következésképpen összevasaltam ezt a két dolgot, és a madarak jönnek, haláleset permeteznek, ez bizony szólt a műsor elején. Ebben az esztendőben sajnos nem tudom azt mondani, hogy ez a rémálom véget ért, mert semmi sem változott. Viszont a gondolatnak meg el kell mélyülni. Talán nem is azon a felületen kell megszólalni, ahol a tavainak, de megvan a titok, megfejtettem egyik éjszaka. Kétségtelen, hogy az a szégyen érte a társulatot, hogy én magam is fellépek, mert úgy gondoltam, hogy egy idősebb korosztály, és mondjuk egy 6. gyermek,
ha egymás mellett áll a színpadon, már önmagába jelent valamit. Ha ők kétfelé vannak világítva, és egymás után szólalnak meg irodalmi művel, és ez a világítás egyszer csak összehozza a két korosztályt, ráadásul a mondani valója olyan, amilyen, maradjon titok, annyit elmondok, hogy a Vörös Sándor nevű költőnk az egyik csodáját írta meg, és ezt most készítjük még csak fel a növendék fejébe, hogy világos legyen minden belőle, és akkor idén is megtörténik az a szépséges csoda, hogy úgy kezdődik el a gálánk, hogy szívfacsaró legyen, és hogy mindenkinek eszébe jusson a béke szó, meg hogy a gyerek békét akar, mert békében akar játszani. Mikor lesz a gála, hány órakor, és hol, még ezt a két fontos három információt mondjuk el? Délután 5 óra, 15-e, hétfő. 17 óra, vagyis 5 óra. De hát ez körbe. Katona József Nemzeti Színház, és jegyek kaphatók még. És kérjük szépen, jöjjenek el, és a drága tehetséges gyerekeiket nézzék meg, és örüljenek nekik. Tehát jegyek kaphatók még a színházba, és a Malom Központba. Úgyhogy kérjük, hogy nem ulasszák el ezt a remek alkalmat, és remek estét. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.